Dombováron, a Platán és az Aranysziget idősek otthonának 80 év feletti lakói tartós élelmiszercsomagot kaptak. Nagyon örülnek neki, minden apróságnak, minden ajándéknak nagyon örülnek. A napokban már megkezdődött, sőt már 2 hete folyamatosan hoznak nekünk. Mindig valaki hoz valami kedvességet, ajándékot, iskolák, óvodák, egyesületek, és hát természetesen a polgármesteri hivatal, ma megkapott ajándékot is, az időseink majd a jövő heti karácsonyi ünnepségükön kapják meg, akkor lesz nekik átadva. Biztos nagyon örülnek neki, minden apróságnak nagyon örülnek, de hát ezek szép nagy dobozok, úgyhogy biztos nagy, sok-sok kincset rejt, ami boldogságot fog hozni nekik. A kezdeményezés egy sikeres összefogás keretében valósulhatott meg, tudtuk meg Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől, aki a település polgármesterével, Pintér Szilárddal vitte el a két otthon lakói számára a 65 darab csomagot. A miniszterelnökség 8 millió forinttal támogatja a dombovári időseket, a Dombochips Egyesület által, és az önkormányzat segítségével 30 önkéntes állította össze azokat az ajándékcsomagokat, amiket most polgármester úrral két idős otthonba ide Dombováron el tudtunk hozni, és hát a városban minden 80 évnél idősebb lakó vagy dombovári lakos ezt meg fogja kapni. Ezzel is szeretnénk odafigyelni az idősekre ebben a nehéz járványhelyzetben, és természetesen mindenkinek rajtuk keresztül pedig nagyon boldog karácsonyi ünnepeket szeretnénk kívánni. Dombováron nem csak tartós élelmiszercsomagokkal lepték meg az időseket az ünnep közelettével, egy karácsonyi műsorral is várták a szépkorúakat. A művelődési házban megrendezett idősek karácsonyán a város polgármestere és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi hangulatról pedig Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita gondoskodott. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet, vagy viharban nincs. A vélet úgy is szóba szár, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, mert minden perc érkár. Nagyon nagy érdeklődésű ezt, amikor beharangoztuk, hogy Tihanyi Tóth Csaba és kedves felesége Bognár Rita lesz ma a vendégünk, és nekik fognak énekelni. Természetesen mindenkit szeretettel vártunk és látunk. Picikét a pandémiát is közben játszott, hiszen 450 jegyet igényeltek, a 400 főre is csak 350 körül vagyunk, de azt gondolom, aki eljött, az nagyon jól érzi és jól érezte magát, és hiszen túlmenően egy kis szaloncukorra is szeretnénk majd a koncert végén kedveskedni az időseinknek. Azon túlmenően, hogy ma itt koncert volt, a 80-en felülektet egy tartós élelmiszeri csomaggal láttuk el, és nagyon sokan örültek neki, hiszen ők zöme ma már nem tudott ezen a rendezvényen részt venni. Egy picikét talán ma mondhatnánk azt, hogy a fiatal szépkorúak érezték jól magukat itt Dombováron a művelődési házban. A város és vezetői fontosnak tartják, hogy kifejezzék hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok iránt, akik hosszú munkával töltött évek után közöttük töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az előadást követően Dombovár város polgármestere és képviselőtársai szaloncukorral kedveskedtek a résztvevőknek.